tulajdonképpen egy sokkal jobb csapathoz jöttünk, mint amit mi tudunk játszani. Ez a 90 perc során ki is jött. Azt gondolom, hogy próbáltunk kultúráltal játszani, nem belemenni ilyen adok-kapokba. Mind a két csapatnak szerintem ez volt a jó. Persze nem feltartott kézzel jöttünk, de tudtuk nagyon jó, hogy Diós Gyirma viszonylag komplett csapattal játszik. Ezért próbáltuk lassítani a játékot, passzogatni, és abban esetleg gyors kontrákat vezetni. Valamennyire ez talán sikerült is. Azt gondolom, hogy az legalább látszott, hogy kultúrált csapat vagyunk, futballozni próbálunk, és hát tulajdonképpen hát egyértelműsödött, hogy a Jobbik csapat nyert. Gratulálok a Diós Gyirmának a továbbjutáshoz.